Párizs és Berlin megállapodásra jutott, mi szerint lehetővé teszi, hogy a többek között harckocsikat is gyártó francia-német KNDS cég gyártóegységet létesítsen Ukrajnában. Közölte Sebastian Le a francia védelmi miniszter. Bejelentjük, hogy egy francia-német cég megkezdi működését Ukrajnában és fiók telepet hoz létre. Idézte a nyugati sajtó Le a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel folytatott megbeszéléseit követően. A gyártóegység pótalkatrészek gyártásával és a helyi személyzet kiképzésével fog foglalkozni. Március elején Le Corneaux azt állította, hogy három francia védelmi vállalat, köztük a KNDS idén nyáron kívánja elindítani a gyártást Ukrajnában. A hónap közepén Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a francia és német cégek Kievvel együttműködve felgyorsítják a fegyvergyártást Ukrajna területén.